Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőt és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, a mai vendégem pedig Bán Tibor, a Spiller TV szerkesztője. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia! Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Kezdjük az elmúlt hetek egyik legnagyobb mérkőzésével, a Liverpool-Manchester City szuperrangadóval. Rengeteg mindenről lehetne beszélgetni itt a mérkőzéssel kapcsolatban, de egy biztos, Jürgen Kloppnak és Pep Guardiolának a csatája nagyon fog hiányozni. Az biztos, és szerintem ez egy korszakhatár, bármennyire is nagyon-nagyon gyorsan változnak a dolgok a Premier League-ben és az európai csúcsfociban, de az, hogy ez a két ember 8 éve folyamatosan gyűri egymást a Premier League-ben, az egészen ritkaság tényleg. Hát az én generációm meg azért jól emlékszik a Wenger-Ferguson csatákra, és hát tényleg csak ehhez mérhető szerintem, akár a csapatok színvonalában, a két szakember karizmájában, tehát tényleg két egészen különleges egyéniségről beszélünk, és az, hogy ez most már a 30. egymás elleni meccsük volt, a 16. a Premier League-ben, az tényleg egészen elképesztő, ha megnézzük a teljes angol futballban, a 4 profiligát nézve, ez majdnem 100 csapat, ők a 2. és 3. legrégebb óta ugyanannál a csapatnál dolgozó edzők. Az első 2009 óta van a Harrogate-nál egy edző, de hát ott a 4. és az 5. osztály között ingázott a csapat, tehát nem ez a szint. Úgyhogy ez is mutatja, hogy tényleg korszakos egyéniségek, és hát Jürgen Klopp különösen, ha megnézzük, hogy hol volt ez a Liverpool, amikor ő oda került, és mekkora utat járt be, milyen játékosokat épített fel, mennyi trófeát nyert, és tényleg egy olyan brandé formálta ezt a Liverpoolt, amire a 70-80-as évek óta vártak. Biztos, hogy egy különleges egyéniség, nagyon-nagyon fog hiányozni a Premier League-ből, de azért remélem, hogy látjuk őt még kispadon. Fogjuk őt látni egyébként kispadon? Mi a véleményed? Ugye azt elmondta, hogy a Premier League-ben nem lesz más csapatnak a vezetőedzője. Inkább szövetségi kapitánynak fogod tudni elképzelni, vagy akár Németországban, vagy akár Barcelonában, vagy akár egy másik csapatnál vállal mondjuk vezetőedzői posztot? Szerintem ez a következő hónapok, talán évek, szerintem inkább hónapok nagy kérdése lesz, hogy hova ül le Klopp, mert nyilván neki egy olyan nimbusza van, hogy ő már megválogathatja, gyakorlatilag a világ összes csapata közül választhat. Én nem tudom elképzelni válogatottnál, tehát az ő habitusa szerintem az, hogy neki napi szintű kapcsolatra van szükség a játékosokkal, és az, hogy 3 hetente, 2-3 napra látja a keretet, szerintem az nem neki való. Lehet, hogy ki fogja próbálni, mert valószínűleg izgatja, és ha mondjuk megkínálják egy német szövetségi kapitányi poszttal, vagy nehogy Isten egy angollal. Nem tudom, hogy nemet tud-e mondani, de én azt gondolom, hogy hosszú távon nem, neki ez nem való. Neki egy top klub való, ahol a legmagasabb célokért küzdhet, és hát ilyen azért nem sok van. Tehát mondjuk Paris Saint-Germain, Bayern München, Barcelona, Real Madrid. Szerintem, ha Angliát kivesszük, akkor nagyjából az én Olaszországban nem tudom elképzelni például. Hát nagyon más ott a kultúra, vagy kicsit érdekes lenne Jürgen Kloppnak a személyisége a szériában, de akár itt a szövetségi kapitányi pozíciónál mondjuk ott egy-egy mérkőzésre kell felpörgetned, vagy egy-egy tornára kell felpörgetned a játékosaidat. Erre megvan az eszköztára Jürgen Kloppnak, bár jó kérdés, hogyha nem napi szinten találkozol a srácok, akkor ugyanolyan hatást tud elérni, hogy csak pár hetente tud velük foglalkozni. Igen, ez egy nagyon izgalmas kísérlet, több nagy edző kapcsán felmerült ez már. Mourinho-nál is rengeteget beszéltek róla, főleg mondjuk akkor, amikor még tényleg top edzőnek lehetett őt tartani, azért szerintem most már nem ez a helyzet. Hát megkopott, az biztos. De ugye Guardiola is időről időre felmerült, akár a brazil, akár a spanyol, akár az angol szövetségi kapitányi poszt kapcsán, de azt gondolom, hogy az ennyire top edzők, szerintem őket nem elégíti ki egy válogatott csapatnál lévő munka az, hogy 2 évente egy hónapig kell a toppon lenni, és igazán az számít, hogy ott mit érsz el. Szerintem nekik ez a lételemük, hogy 3 naponta élethalál meccseket játszanak, és erre készüljenek éveken keresztül. Meg Klopp, meg Guardiola fanatikus is, megszállott. A futballnak a szerelmese, ezért nem tudom elképzelni, hogy elég lenne nekik a futballból ilyen pici szelet. Nem, biztos, hogy nem, és ugye mondják azt, hogy Kloppnál a család is belejátszott ebbe a döntésbe. Hát azért nem irigylem a feleségét. Jó, egy futballőrült feleségének se könnyű, erről valószínűleg az enyém is tudna mesélni, és hát azért én más szinten mozgok, mint Klopp, tehát hogy szerintem olyan szinten 0-24-ben a futballról szól neki az élete, mint ahogy Guardiolának is, és Artétának is, és az összes nagy edzőnek.
akár De Zerbit is mondhatnám, de tényleg szerintem bárkinek, aki most egy ilyen szintre eljut, hogy a Premier League-ben dolgozhat, azért ez most már nagyon nem arról szól ez a munka, hogy péntekenként kihirdeti a kezdőcsapatot, és hétfőn megkérdezi, hogy ki hogy van. Azért ez tényleg egy 0-24-es munka, ami maximálisan megértem egyébként Kloppot, hogy iszonyatosan felőrölheti az embert. Tehát ez az állandó stressz, az állandó elvárások, és annyi mindennek megfelelni. Tehát az egy dolog, hogy minden héten van két meccsed, de előtte sajtótájékoztató, utána interjú, utána sajtótájékoztató, ilyen megjelenés, olyan megjelenés, biztos, hogy kiégett kőkeményen is azért szerintem. Hát 8 év a Liverpoolnál, ugye előtte Dortmundban sem volt sokkal kisebb a felhajtás, tehát itt azért évtizedes távlatról beszélünk, ami azért szerintem mindenkit megvisel. Hát meg emellett az embereket menedzselni, nagyon sok embert menedzselni, különböző típusú játékosokat, edzőket, stábtagokat, egókat, neki kell összefogni mindent, sokszor pszichológus kell játszania, vagy tüzet oltani, nyilván nagyon sokan dolgoznak alá, de akkor is ő az első számú ember, és ő viszi el a balét, úgyhogy abszolút ez egy olyan közeg, meg egy olyan feladatkör, ami rengeteg stresszel jár, és az, hogy meglegyen a motiváció 100% környékén, mert szerintem ezt a munkát csak úgy lehet csinálni, nagyon, nagyon nehéz fenntartani, és lehet, hogy most jött el ez a pont, hogy azt mondja, hogy ez most már csak 95%-os, és mondjuk saját magához úgy érzi, hogy ez nem méltó, és lehet, hogy kell egy évszünet, egy feltöltődés, hogy visszaérjen a 100%-ra. Én ebben hiszek, hogy fogjuk őt látni záros határidőn belül. Emlékezünk vissza, Guardiola is tartott egy évszünetet. És hát nem mondhatnánk, hogy megviselte nagyon. Pont azt szerintem elérte ezzel a szünettel, hogy újra akarta ezt csinálni, újra minden nap ezzel akart foglalkozni reggeltől estig. Hiányzott neki, éhes volt, és hát nézzük meg, azóta is pörög a Manchester Citynél, és hát egyelőre nem nagyon látni jelét, hogy kezdene kiégni. Igen, meg azon is gondolkodtam, hogy talán még nem is kell Jürgen Kloppnak a szünet, hanem ez az utolsó fél év annyit ad neki majd, hogy lehet, hogy elmegy pár hónap múlva, és pár hónapra, és azt fogja mondani, hogy hát ez hiányzik, hogy annyit adott ez az utolsó fél év, mind a játékosok, mind a szurkoló, mind a sikerek, hogy az egész klubban érződik ez a pesgés, meg ez a Last Dance éles stílus, hogy ők most valami nagyon nagyot akarnak alkotni, és egy életem, egy halálom, és ez érződött ezen a mérkőzésen, és a Liverpool-Manchester City-n minőség egészen elképesztő volt, meg nagyon érdekes volt taktikai szempontból is, hogy talán az első fél időben a Manchester City-nek az akarata érvényesült, a második fél időben a Liverpool tudott akár jobban dominálni, és ők tudták úgy alakítani a játékot, hogy nekik volt kedvező, de így a legvégén ez a döntetlen kinek jó igazából? Hát mondanám, hogy az Arsenalnak igazából. Igen. De hát sokkal okosabb volt, nem tudok mondani annál, mint hogy 10 forduló múlva megtudjuk, mert tényleg ez, hogy egy ponton belül van a három élcsapat, ez egészen példátlan. Tehát 10 éve volt utoljára olyan a Premier League-ben, hogy az első három helyezett 5 ponton belül végzett. És most azért, ha megnézzük, hogy ez a három csapat hogy megy, erre minden esély megvan, mert nem nagyon hibáznak. Tehát igazából november óta azt hiszem csak egymástól kaptak ki, tehát a Liverpoolnak egy veresége van az Arsenaltól, a többiek nem kapnak ki, tehát mindenkit agyba főbe vernek, és egymás ellen meg ilyen meccseket játszanak, aminél azt gondolom, hogy magasabb színvonalat szerintem elképzelni nem lehet. Tehát tényleg ültünk ott, ugye mi közvetítettük a Spieleren ezt a meccset, ültünk a vezérlőben, és azt éreztem, hogy basszus, ennél jobb foci nincsen. És persze voltak hibák, nyilván hiba nélkül nincs játék, de hogy mennyire tökéletesen mindenki tudta, hogy mi a dolga a pályán. Egy sakjátszma volt egyszer, igen, és ugyanakkor meg zseniális egyéni képességű játékosok, olyan megoldásokat láttunk, tényleg mindent tudnak a labdával, és ilyenkor tényleg ilyen apróságok döntenek, most például nem döntött semmi, ugye, mert egy-egy lett, és hát az, hogy egy ilyen csatában valaki felül tudjon kerekedni, ahhoz valami tényleg egészen gigászi teljesítmény kell, és hát Klopp azt mondta a meccs után, hogy amióta ő itt van, ez volt a legjobb fél idejük a City ellen a második, és tényleg uralták a City ellen a meccset, amit azért az elmúlt 3-4 évben szerintem senkitől nem láttunk, hogy ennyire kapuja elé szögezte a Cityt, és tényleg ennyire dominált volna egy csapat. Nem tudták megnyerni a meccset, de ez tényleg apróságokon múlt. Igen, Jürgen Klopp azt mondta a mérkőzés után, hogy az elmúlt hetekben gondolkozott azon, hogy ez a Liverpool valóban otthon a világ legjobb csapatai között, vagy akár a Manchester Cityvel egy szinten van, és ez a mérkőzés volt az, ami vele is elhitette, hogy
így, hogy ennyi hiányzója van, és ilyen minőségi futball, nem is az eredmény, hanem az, hogy ilyen szinten, ilyen minőségben tudtak játszani, így vele is azt mondatja, hogy igen, a Liverpool a Manchester City-nek a szintjén van. Ez szerinted igaz, hogyha a játékosoknak a kvalitásait nézzük meg, meg magát a rendszert, vagy nagyon sokat hozzáad a Liverpoolhoz az a lelki-érzelmi többlet, mentális többlet, hogy Jürgen Kloppnak ez az utolsó éve, és most itt mindenki nagyon nagyot akar alkotni. Biztos, hogy hozzáad. Azt gondolom, hogy a legerősebb összeállítású Liverpool, amit mondjuk szerintem ebben a szezonban egyszer se láttunk, az nagyon közel van a Manchester City szintjéhez. Ez nyilván most Conor Bradley-kel, meg Wataru Endo-kkal egy egészen más képességű játékosokból álló csapat, de ez, amit mondasz, ez a Les Dance, hogy most tényleg Jürgenért tegyük oda magunkat, és halljuk meg érte a pályán, ez nagyon sokat hozzáad, és ez tényleg minden egyes meccsen látszik, nem csak ezen a rangadón, hanem az összes bajnokin látszik, hogy ezeket a meccseket, bármennyire is óriási egók vannak azért a Liverpoolban is, kicsit olyan, mint a Kloppért akarnák megnyerni, és ugye ez volt a múltkor Nottinghamben a 99. percben fejeltek be egy gólt, és ott is tényleg úgy örültek, mint hogyha a Bajnokok Ligáját nyerték volna meg, pedig tulajdonképpen szereztek 3 pontot. Nem történt semmi, mondhatnánk, de ezeken a győzelmeken, meg ezeken a gesztusokon látszik, hogy mennyire fontos ez a szezon a Liverpoolnak. És ha már Endo talán a karrierje legjobb mérkőzését hozta, egészen elképesztő volt, hogy amilyen mezőnymunkát játszott ott a középpályán, rengeteg labdát szerzett, a párharca is megnyerte, sőt, Rodri egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzésbe tudta kényszeríteni, meg voltak kulcs szituációban blokkolásai, talán a mérkőzés legjobbja, vagy egyik legjobbja, az az Endo volt, aki 16 millió euróért érkezett talán. Hát igen, és 30 évesen, és nagyjából senki nem ismerte őt az európai top futballban. Nem nagyon értették, hogy Klopp mit lát benne, de hát most már tudjuk, hogy mit látott benne. Tehát azt gondolom, hogy a meccs előtt, ha posztonként összehasonlítottuk volna a két csapatot, szerintem itt volt a legnagyobb különbség elvben. Más kérdés, hogy Rodrit bárkivel összehasonlítod, valószínűleg ekkora különbség van. Hát jelenleg biztos. Kimagaslan a világ legjobb játékosa a posztján. És ez, ahogy mondod, ezen a meccsen egyáltalán nem látszott, sőt. Tehát egy Endo tényleg megmutatta, hogy Kloppért, a Liverpoolért egy ilyen meccsen képes így is futballozni, amit lehet, hogy ő se tudott saját magáról. Klopp azt mondta, hogy itt a mérkőzés végén elmaradt egy büntető. Szerinted a talpalásért kellett volna megszólalni a sípszónak, kellett volna büntetőt adni, vagy ez helyes döntés volt? Hát ez egy nagyon nehéz dolog, mert én egyszerű futballszurkolóként azt mondom, hogy ez 11-es volt, és akkor utána jön a sok-sok de, hogy de igazából labda megjátszására irányult, nem okozott sérülést, nem feltétlenül ez akadályozta meg abban a Liverpoolt, hogy mondjuk kapura törjön, meg ugye 99. perc, meg rangadó, meg stb., de én azt gondolom, hogy akkor maradt tiszta ez a játék, és akkor korrekt, hogyha egy ilyen esetért 11-est ítélnek az első percben a Megye 2-ben, meg az utolsó percben egy Liverpool City-n is. Hát igen, ezzel egyetértek, hogy nem szabadna számítani ilyen szituációkban, hogy rangadó, eldöntök el vele mérkőzés, hanem legyenek tiszta szabályok, és objektív döntéseket lehessen hozni. Igen, egy ideális világban ez biztos, hogy így lenne. De a futballal sosem volt ez. Hát igen, és aki Angliában valaha volt, hát nem csak futballmeccsen, de mondjuk újságosnál, azt tudja, hogy egy ilyen rangadó körül mekkora a felhajtás. Hetek óta másról sem beszéltek, és ez nyilván hat a játékvezetőre is, tehát ő sem egy gumibelsőben tölti az életét, hanem ő is néz tévét, olvas internetet, beszél emberekkel. Biztos vagyok benne, hogy ez átfutott az agyán, hogy úristen, ez most egy rangadónak a legvége, és én dönthetem el. És azt meg nem szeretik a bírók, hogy ők döntenek el meccseket, kivéve a spanyol játékvezetőket, de szerintem őket... Hát ők nagyon szeretnek teátrálisan szerepelni. Külön típust képviselnek még a játékvezetőkön belül is. Szintén Liverpool-lal kapcsolatos hír, hogy a vezetőségnek sikerül meggyőznie Michael Edwards-ot, talán ennek a Jürgen Klopp érának a fő sikerkovácsát, és ő fog visszatérni a Liverpoolhoz egy vezetői pozícióba, és ő fogja kinevezni majd a sportigazgatói, vagy ki lesz a sportigazgató a Liverpoolban, meg ő feladata lesz felépíteni azt a másosszámú fiók csapatot, ami ezt a multiklub modellt elindítja a Liverpoolnál. Akkor ebből a szempontból most megnyugodhatnak a Liverpool szurkolók, hogy Jürgen Klopp után is lehet, hogy a Liverpool tud tudatosan, meg szakmailag egy olyan klubot építeni, egy olyan szakmai vonalat végigvinni, ami sikeres lehet a következő években, és Michael Edwards pedig ennek az alapköve, ennek egy kiváló alapköve lehet. Ez egészen biztos.
Nyilván egy borzasztó nehéz helyzet, tehát nem tudom, ki lesz a Liverpool következő edzője, de nem irigy le minden Messiről sem, mert olyan örökséget vesz át, ami gyakorlatilag szinte azt érzi az ember, hogy innen csak lefelé lehet menni. És hát nyilván a vezetők meg azon dolgoznak, hogy tartsák ezt az elképesztően magas szintet, amire Klopp és nyilván Edwards meg még sokan vitték föl ezt a klubot. De hát nagy kérdés ugye, hogy mi lesz mondjuk Mo Salah sorsa. Sokan azt mondják, hogy igazából eddig is azért volt ott, hogy Kloppal dolgozhasson, és 31-32 évesen ő már lehet, hogy inkább Szaúd-Arábia felé kacsingat. Anyagilag az nem biztos, hogy rossz döntés lenne a Liverpoolnak. Hát anyagilag biztos, hogy nem. Meg valószínűleg Salahnak sem, bár szerintem eddig sem keresett keveset. De nyilván azt gondolom, amit ő tett a Liverpoolért, azután senki egy rossz szót nem szólna rá, ha azt mondaná, hogy köszönöm szépen, ennyi volt. És hát látszik, hogy azért építkeznek már bőven Liverpoolban, tehát nem véletlen, azért Cody Hakpót is odavitték, Elliottot is próbálgatják a támadó sorban, és hát fiatalokat hoznak, gyakorlatilag Endót leszámítva, 22-23 éves játékosokat igazolnak, a jövő csapatát építik, ami teljesen természetes egy ilyen klubnál. Ott vannak az akadémisták mellett, úgyhogy egész bő a merítés akár, ha így van. Nézem. És ezt akartam mondani, hogy most nyilván a kényszer szülte, de még ennél sokkal fiatalabb emberek is bekerültek idén a mélyvízbe. Conor Bradley-től, McConnelly-ig, Clarke-ig nagyon sokan, sokkal több lehetőséget kaptak, mint aki, amire bárki számított. De hát az a legkevesebb, ha azt mondjuk, hogy megállták a helyüket, úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy nyugodtak lehetnek a Liverpool szurkolók. És hát azt gondolom, hogy Edwards kinevezése is ebbe az irányba mutat, hogy itt komolyan gondolják, hogy ha már Kloppal feljutottak a legfelső polcra, akkor szeretnének Klopp nélkül is ott maradni. Mi a véleményed a multiklub modellről? Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez trend lehet, egyre több nagy csapat ebbe az irányba megy, meg egyre többen szeretnének egy olyan koncepciót kidolgozni, mint a City Group. Nem véletlen, mert az nagyon működik, de hát azt hiszem, hogy ez az ilyen szintű multiklub modell az még a Red Bull-lal kezdődött, ami hát szintén a működő képességét nem kell bizonyítani, tehát szakmailag, anyagilag mindenhogy működik. Ez a trend, ez egy szerintem egy megállíthatatlan trend, mert egyszerűen sokkal egyszerűbb így a nagy klubokat felépíteni, hogyha megvan az a hátországuk, ahonnan folyamatosan érkeznek a játékosok, akár az edzők is mondjuk, elég a City-t megnézni, most ugye arról beszélnek, hogy ez Girona tulajdonképpen a City-nek egyfajta fiók csapata, igen, vagy igen. Testvér csapata, és hát ugye arról az már nyílt titok, hogy Savio szinte biztosan a City-ben fogja folytatni, és hát számos ilyen játékos lesz még, aki könnyen lehet, hogy előbb-utóbb ezt az utat be fogja járni, de hát nem kell messzire menni, Szoboszlai Dominik is az Salzburgból került a Lipcsébe annak idején, úgyhogy mi magyarok is láttuk, hogy ez mennyire működik. Teljesen természetes a Chelsea is, ugye évek óta próbálkozik, annak idején a Vitesse-szel volt egy ilyen megállapodás, hogy 7-8 Chelsea játékos, aki nem fért be az első csapatba, a Vitesse-nél játszott. Kölcsönben úgymond, most a Strasbourg-ral van egy hasonló megállapodás. Biztos, hogy ez egy olyan irány, ami hosszú távon biztosítja azt, hogy olyan játékosokat is le tud igazolni egy nagy klub, akik nem feltétlenül férnek be rövid távon, de egyfajta keltetőként ezt tudják működtetni, szem előtt vannak, a saját módszereik szerint készülnek a játékosok, akár szakmailag, akár mondjuk az orvosi háttér is olyan, hogy belelátnak mindenbe. Ez egy biztosíték a nagy kluboknak, a kicsiknek meg egy lehetőség, mert nem gondolnám, hogy ettől annyira sérülne egy klub identitása, mondjuk akár a Strasbourgra, akár a Gironára gondolva, hogy ezt ne tudnák ellensúlyozni azok az elképesztő lehetőségek, amikhez így jut egy kis csapat. Ugye mondtad azt, hogy talán az Arsenal járt a legjobban itt ezzel a mérkőzésnek az eredményével, és talán leginkább mindenki a Liverpool és a Manchester City-nek a csatájáról beszél, de hát jelenleg az Arsenal vezeti a tabellát, és hogyha megnézzük azt, hogy mennyire közel teljesít az Arsenal a Liverpoolhoz és a Manchester Cityhez, nagyon könnyen elképzelhető, hogy nevető harmadik félként az Arsenal jön ki győztesen. Hát igen, és azért az sem véletlen, hogy ők itt vannak. Hát emlékezzünk a tavalyi szezonra, amikor nagyon-nagyon sokáig az Arsenal vezetett, és azt lehetett hinni, hogy na most ők meg fogják tudni törni a City uralmát, aztán nem így történt néhány balszerencsés sérülés meg egyéb dolog miatt, meg hát amiatt, hogy a City tavasszal nem nagyon vesztett pontot, úgy meg azért nehéz lerázni őket, de ez az Arsenal is, amiről eddig beszéltünk, itt is egy tudatos építkezés van évek óta Artétát, akkor sem rúgták ki, amikor nagyon nem ment a csapatnak, bíztak benne, hittek benne, azt mondták, hogy oké, jó, ez az irány, csináld, majd meg lesz az eredménye, és hát megvan az eredménye. Ebből a
Hát nem is tudom, talán középszerűnek nevezhető Arsenalból, ami az ő érkezése idején volt, abszolút egy élcsapatot faragott, és nem véletlen, hogy ilyen szinten is tudják tartani a lépést. Nem arról van szó, hogy ezek ilyen kiizzadt, szerencsés győzelmek, most a Brentford ellen mondjuk nagyon meg kellett küzdeni, de itt is nekem végig az volt az érzésem, hogy ezt az Arsenal meg fogja nyerni, mert olyan szinten domináltak, és itt is megvan ez, amiről egyébként még Klopp kapcsán beszéltünk, hogy mintha azt érezném a játékosokon, hogy na most egy kicsit Artetáért is ez az ő szezonjuk, és igenis megmutatják, hogy ez a tavaly nem volt véletlen, és ez az Arsenal képes lehet megnyerni a bajnokságot. És hát 2024-ben még nem vesztettek pontot a Premier League-ben. És emellett a Bajnokok Ligájában is meg lett az Arsenalnak a továbbjutás, a Citynek is megvan, úgyhogy bőven lesz terhelés, bár a Liverpool ugye a FA Kupában, majd a Manchester United-del találkozik, meg nekik az Európa Ligát-ban kell majd menetelni, meg szerintem Jürgen Klopp az Európa Ligáról se fog lemondani, biztos, hogy itt az utolsó évben minél több trófeát akar nyerni, úgyhogy az biztos, hogy rengeteg terhelés lesz mind a három csapaton, és nagyon okosan kell majd forgatni a keretet mind a három edzőnek. Hát igen, és ebből a szempontból talán azt gondolom, hogy a City van a legjobb helyzetben, nekik van a legkevesebb sérültjük, meg jó időben sérültek meg a kulcsemberek, hogy a szezon, még szezon elején, igen. Igen, szezon végére visszajöttek. A Liverpoolnál most azért kezdenek visszajönni, de hát azért még ez messze nem az ideális kezdőcsapat. Ilyen szempontból talán az Arsenal van még a legjobb helyzetben. Bár mondjuk ugye Jesus sokáig sérült volt, úgyhogy hirtelen Kai Havertzről kiderült, hogy középcsatár, ami mondjuk korábban szerintem senki nem gondolta, bár a Chelsea-nél próbálkoztak ezzel, de a Chelsea-nél mindig mindennel próbálkoznak. Hát azért nem említeném egy lapon a két dolgot, és hát Havertz tényleg tündököl, úgyhogy ilyen szempontból sem mondanám, hogy esélytelen az Arsenal, de az majdnem biztos, hogy egy elképesztően kiélezett hajrá lesz, amit már nagyon régen láttunk. Volt szerencsém nemrég a Premier League illetékeseivel beszélgetni, és ezt kérdeztem tőlük. Ugye tavaly ez volt, hogy két trófeát vittek, hogy kérdeztem, hogy van-e három trófeájuk, hogyha úgy alakul, hogy az utolsó fordulóban dől el a bajnoki címsorsa, és még tényleg három esélyes lesz, és azt mondták, hogy hát erről nem beszélhetnek, de meg fogják oldani. Nem féltem a Premier League-et ilyen téren, hogy ez gondot okozza nekik. Beszéljünk akkor a Chelsea-ről, hogyha már említetted őket, és az idei szezonban is hát rengeteget próbálkoztak, és nagyon sok típusú kezdővel álltak föl, de mint hogyha életjeleket mutatná a Chelsea az elmúlt időszakban, a City ellen kifejezetten jól játszottak, a Liga Kupa döntőben a Liverpool ellen sem néztek ki rosszul, és bőven megvoltak a lehetőségeik, hogy megnyerjék azt a mérkőzést, csak el erre egészen elképesztő formában védett. A Newcastle ellen meg magabiztosan nyertek. Ez a Chelsea most már kezd úgy kinézni, amit már nagyon régóta várnak a szurkolók, vagy ez egy pici fellángolás, és egyébként még fejetlenség van a klubnál? Ez egy nagyon-nagyon csikó csapat, és nem feltétlenül az életkorokból adódóan, hanem azt érzem, hogy még tele van ilyen zabolátlan játékosokkal, akikben megvan a tehetség, megvan a potenciál, de egyszerűen még nem képesek mindig olyan higgadtan, olyan jó döntéseket hozni, mint mondjuk a Liverpool fiataljai, vagy mondjuk a Cityből akár Foden-t említhetjük, aki most már 24 éves, tehát még mindig elképesztően fiatal, de már nem tudom, 200 meccsnél tart az élvonalban, vagy a legmagasabb szinten. A Chelsea-ből én ezt hiányolom, de én azon kevesek közé tartozom, akik még mindig hisznek Pochettino-ban. Szerintem ez egy nekivaló csapat, és ha hagyják őt dolgozni, ami hát azért nem mindig volt általános a Chelsea környékén, akkor szerintem ebből lehet egy jó csapat, bár az szerintem nagyon veszélyes út, hogy ilyen 7-8 éves szerződéseket kötöttek teljesen lútri fiatalokkal, akikről senki nem tudta, hogy el fogják-e valaha érni azt a szintet, ahol mondjuk a Chelsea vágyik. Egyelőre nem mindenkinél látom ezt, és az a baj, hogy ezekből a játékosokból csúnya szóval nem tudsz kiszállni. Tehát, hogy 2031-ig szerződtetsz valakit, azt nem tudod eladni, ha nem jön be. Hát beszéltük a adás előtt, hogy te is nagyon szereted az NFL-t, és kicsit olyan, mint hogyha Bóli itt a amerikai ligákból akarta hozni ezt a koncepciót, hogy rengeteg draft picket gyűjtök, rengeteg fiatal játékost, és majd beválik előbb-utóbb valamelyik, és majd fogok ebből tudni egy tehetséges csapatot építeni, vagy amelyik nem jött be, azt további draft cédulákra váltom, és akkor ezeket az eszeteket tovább cserélgetem, de hát a Premier League meg a labdarúgás nem így működik, és nehezen tudom elképzelni azt, hogy ez az amerikai modell, meg ezek a hosszú távú szerződések működjenek, és hogyha esetleg kipukkad ez a lufi, és egyik tehetség se válik be, vagy nem lesz ott két-három szuper
sztárral, sőt, az is kevés, hogyha mondjuk 15-20 játékos ki kell dobni, de 2-3 meg nagyon beválik, azzal se lehet itt csapatot építeni, akkor nem tudom, hogy ez gazdaságilag milyen vonatkozásban fogja érinteni a Chelsea-t. Hát igen, ha optimista vagyok, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon izgalmas kísérlet. Ha pessimista, akkor azt mondom, hogy Bóli egy idióta, aki teljesen megvezettek az elmúlt másfél évben minden létező átigazolás kapcsán, és borzalmasan lehúzták, és iszonyatosan áron felül vett meg olyan játékosokat, akik hát lehet, hogy majd egyszer Chelsea szintűek lesznek, de még azért nem mindenkinél látni ezt. Az a baj, hogy erre is az idő adja meg a választ, és ez az idő az, ami általában nem szokott lenni egy mondjuk európai élklub státuszra vágyó, vagy hát ugye még nincs 3 év, hogy a Chelsea bajnokok ligáját nyert, tehát ne felejtsük el, hogy azért nem az van, hogy itt a 60-as évek sikereihez vágynak vissza a szurkolók, hanem itt tényleg a szurkolók emlékeznek arra, hogy milyen, amikor a Chelsea volt Európa legjobb csapata, vagy egyik legjobb csapata, most ettől azért nagyon messze van. És hát igen, ez egy nagy kérdés, hogy mikor fogy el a türelem, meg hát mondjuk a pénz nem fog elfogyni, de hogy mikor lesznek olyan szankciók, amik már gátat szabnak ennek az elképesztő költekezésnek, ami hát azért egy picit időnként ész nélküli volt. Akkor itt a türelem lesz a kulcs szó, mert hogyha elindul itt a kapkodás, elküldi Pochettinót, meg akár fiatal játékosokat eladják, és akkor úgy a fiatal játékosok érkeznek, akkor ez a fejetlenség azt eredményezheti, hogy teljesen szétesik a klub, és akkor most az a legfontosabb, hogy türelem, idő, és akkor szépen lassan egyről a kettőre építkezzen a Chelsea. Szerintem nincs más út, tehát azért ez nem egy menedzserjáték, hogy összevásárolod a legjobb játékosokat, és 5 perc múlva a tiéd a világ legjobb csapata. Ezen a szinten ez nem így működik, bár szerintem semmilyen szinten nem így működik. Az a szerencse, hogy azért az elmúlt időszakban érkeztek olyan sportvezetők a Chelsea-hez, akik tényleg értenek a focihoz, szöges ellentétben ugye a tulajdonossal, és én hiszek abban, hogy egy picit kordában tudják őt tartani, hogy figyelj, majd mi tudjuk, hidd el, hogy ez jó lesz, adjál pénzt, és majd mi intézzük, azért vagyunk itt, mert értünk hozzá. Azért ilyen vezetők érkeztek, én azt gondolom, hogy Pochettino is ez a kategória, én továbbra is hiszek benne, és igen, ez a kérdés, hogy mennyire lehet türelem egy ilyen klubnál, amelyik ennyi pénzt ölt abba, hogy az a csúcson legyen. Nagyon nincs a csúcson, de még akár lehet is ott, de azért még mindig, bármennyire furcsán hangzik ez 1 milliárd font elköltése után, azért erősítésre szorul ez a keret. Mert azért szerintem Nicholas Jacksonnal a csatársor közepén ebből nem lesz bajnoki cím soha az életben. Csak hát Nicholas Jackson is olyan, hogy tehát most akkor mit csinálsz vele? Leülteted a padra, megpróbálod eladni, hozol egy még nagyobb nevet, aki vagy bejön, vagy nem. Nagyon nehéz ez, és tényleg hát az Arsenal, a City, a Liverpool példája mutatja, hogy egyik csapat sem úgy kezdte, hogy megérkezett az új edző, és holnap jó volt a csapat, tehát itt évek alatt építették föl, és ahhoz elengedhetetlen, hogy bízzanak az edzőben, és teljhatalmat adjanak neki. A Chelsea-nél egyik sem volt jellemző, gyakorlatilag soha, még Abramovich idejében sem, hát azért ott is 3 évnél tovább nem dolgozott egyetlen egy edző sem, márpedig azt, hogy versenyre kell ezekkel a klubokkal, akik most uralják a Premier League-et, szerintem 2-3 év a minimum. Más sportág, és nagyon más, hogyan működik a Forma 1, de ott is nagyon hasonló volt, amikor Zac Brown megérkezett a McLarenhez, hogy igazi amerikai habitussal, én mindent tudok, mindent irányítani akarok, és nem is működött az első években, utána pedig megtalálta a megfelelő embereit, és a csapatvezetői pozíciókba, a mérnöki pozíciókba, a gyári csapatba, a versenycsapatba nagyon jó vezetőket nevezett ki, és ő foglalkozott a marketinggel, meg a vezetéssel, meg hogy az egészet menedzselje, és nagyon jó szakembereket hozott saját maga alá, de az első években ő is azt akarta, hogy na majd én tudok mindent, és akkor amerikai mentalitásra berobbannak, és ő is megégett az első években a McLarennél, de utána ő belátta, és egy nagyon izgalmas projekt most a McLaren, kíváncsi vagyok, hogy Bowley hogyan fog dönteni itt a Chelsea-nél, és milyen irány fog választani. Hát remélem, hogy ő is hallgatni fog azokra az emberekre, akik körülötte vannak, mert azért, ha mindenhez ért, akkor előbb-utóbb az úgy gyanúsá válik, hogy lehet, hogy egy kicsit mondjuk semmihez se ért. Ki az, akire számíthat Pochettino? Van olyan játékos, akiben látsz fantáziát, és szerinted még idő kell neki, de kifejezetten tehetséges játékos, és szereted nézni a játékát? Hát most nyilván olcsó válasz lenne Cole Palmert mondani, mert szerintem ő nem ez a kategória. Ő megint csak azt mutatja meg, hogy a Citynél milyen elképesztő munka folyik. Tehát, hogy ez a gyerek 20 évesen megérkezett, és
abszolút egy kész futballista. Most mondanám, hogy Guardiola meg a City fogja a fejét, hogy elveszítették Palmer, de ott annyi tehetség van, meg annyi jó játékos van, hogy Guardiolának valakit el kellett engednie, meg ő nem használ 17-18 játékost, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon bajban lenne, meg megbántom volna a döntését. Nem, meg is kérdezték erről, és azt mondta, hogy ez abszolút az ő felelősség, és vállalja, hogy ő így döntött. Teljesen egyértelmű, Cole Palmer nem játszon ebben a Manchester Cityben gyakorlatilag semennyit, úgyhogy még az is lehet, hogy az angol válogatott járt ezzel a legjobban, ezzel a klubváltással, mert most ugye már ott van a keretben, és szerintem elképesztő potenciál van ebben a srácban. Rajta kívül én meg egyébként Conor Gallagherben látom, akit minden egyes átigazolási időszakban megpróbálnak elzavarni a Chelsea-től, de nem nagyon sikerül. Szerintem ők Palmerrel egy nagyon jó párost alkotnának, és már olvastam ilyet, hogy majd az a Gerard Lampard páros lesz az angol válogatottban. Azért ezzel csínyán bánnék, de szerintem ezekben a fiatalokban van jövő, és szerencsére azért vannak még ilyenek, Levi Colville például nekem nagy kedvencem, csak lassan el kéne dönteni, hogy milyen poszton játszhatják, mert szegényként már gyakorlatilag kapus meg középcsatár nem volt ebben a szezonban, és hát ugye őt sem nagyon kerülik el a sérülések, de sok ilyen fiatal van, csak hát volt alkalmam még, azt hiszem novemberben beszélgetni John Obi Mikellel, a Premier League jóvoltából készíthettem vele egy interjút, és tőle ezt kérdeztem, hogy mi hiányzik ebből a Chelsea-ből, és ő azt mondta, hogy egy vezér, egy olyan vezér, mint például az ő idejükben volt John Terry, aki ha kellett a pályán odament és leordította valakinek a haját, hogyha ha vagy a hozzáállásban, vagy bármiben olyan hiányosságokat tapasztalt, és ő is azt mondta, amit én is érzek, hogy ilyen játékosa nincs ennek a klubnak, és megint csak visszautalva az élcsapatokra, azért a Cityben, az Arsenalban, a Liverpoolban találsz ilyen játékost, és szerintem ez elengedhetetlen. Ahhoz... Tehát rutin sincs ebbe a csapatba. Igen, de mondjuk ez nem is biztos, hogy rutin. Tehát az Arsenalban például Martin Ødegaard tipikusan ez, aki megint csak 23 éves talán, és benne megvan ez a vezérszerep. Szerintem erre születni kell, ami Trent Alexander-Arnoldban is megvan. Egyébként szerintem Szoboszlai Dominikban is megvan. Abszolút. A fiatal kora ellenére nézzük meg a magyar válogatottban, mekkora vezér gyakorlatilag 20-21 éves kora óta. Én ilyen játékost nem látok ebben a Chelsea-ben, de még azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk Gallagherből lehet ilyen. Mert Palmer nagyon nem ez a kategória, nem ez a karakter. Ő egy elképesztő munkabírású, zseniális tehetség, de benne nem látom ezt a vezetőt. Hát nem az öltöző hangja. Nem, Gallagherben inkább látom ezt. De jó kérdés egyébként, és szerintem ez a kulcs. Tehát Thiago Silva, meg eleve nem ez a karakter, meg hát azért ő a nyugdíj szelvényével már szerintem... Hát azért... nem lesz 5-6 évig még nem, ez hát ő szerintem már jövőre se lesz, hát azért 40 évesen az ember, nem mindenki Pepe, ugye? Hát igen. Aki, hát pont ezen nevettem az Arsenal Porto meccsen, hogy ugyanannyi idős Pepe, mint Arteta. Mondjuk Pepe ugyanúgy néz ki, mint 10 évvel ezelőtt. Arteta is egyébként, és lehet, hogyha beállna, nem lenne sokkal rosszabb az Arsenal, de hát igen, azért 40 fölött ebben, amit beszéltünk is, ez az iszonyatos terhelés, azért ez már nem normális. Ezzel együtt le a kalappal Thiago Silva előtt, és szerintem mindenki hálás lehet neki, hogy még mindig a Chelsea-ben focizik, mert nagyon kellő, de hát igen, azért hosszú távon már nem tudsz építeni rá. Caicedo, mennyire csalódás számodra? Én várnék vele, mert szerintem egy zseniális játékos, én amúgy is imádom a Brighton fociát nézni, és tényleg, amikor ők Bissumával ott ketten a középpálya közepén garázdálkodtak, az nagyon jól nézett ki, szerintem egy nagyon jó játékos, csak egy teljesen másik játékrendszerbe került, egy teljesen másik közegbe, egészen mást várnak tőle, mint abban a Brightonban. Nem gondolnám, hogy elfelejtett futballozni, és neki speciál nem biztos, hogy jót tett az iszonyatos árcédula. Tehát lépten nyomon azt hallja, hogy 100 millió fontnál többet adtak érte, és ehhez képest meg mit csinál. Kicsit ilyen João Félix effektus, ugyanez volt a nagy fő gond az Atletico Madridnál. Igen, és ez meg tud bénítani egy fiatal, hát ne felejtsük el, 21 éves Caicedo. Tehát nem arról van szó, hogy egy érett játékos, aki már mindent látott a pályán, hanem volt neki két iszonyatosan jó szezonja a Brightonban. Tényleg világklasszis matéria, de még nem világklasszis, egy 21 éves gyerek nem lehet világklasszis. Ez nagyon ritka, talán Messi volt 21 évesen világklasszis. Igen, de olyan azért nem szokott gyakran születni. És igen, ezt el kell tudni viselni, ezt a terhet. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy képes lesz rá, és ebben megint csak Pochettinónak lesz nagyon komoly szerepe, hogy ebben segítsen neki, mert az, hogy egy nagyon jó játékos Caicedo, szerintem senki nem vitatja. Csak ettől félek, hogy most rögtön egy gyengébb szezonnal kezd magához képest, és hogy mennyire tud ezután talprálni, és mennyire hiszi el még mindig magáról, hogy annyira jó, mint amennyi
amennyi pénzt adtak érte. Említetted itt egy pillanatra a Brightont, van most olyan csapat az idei szezonban, akinek kifejezetten szereted a történetét? Hát a Luton Townról nagyon szívesen beszélek évekig, mert amúgy is nagyon szimpatikusak voltak, és októberben volt alkalmam egy Luton meccsen járni, egy Luton Tottenham meccsen, és az a közeg az elképesztően megfogott. Tehát én a 90-es évek elején ismerkedtem meg az angol focival, és akkor tényleg ez a hangulat volt, ez az igazi, hát olyan, mintha egy angol pubba bemennél egy meccs idején, az igazi, senkit nem megbántva, nem a távol-keleti turisták járnak a meccsre, nem a spanyol ajkú fényképezkedni vágyók, hanem itt tényleg szurkolók vannak, eszméletlen hangulat van, egy nagyon különleges hangulatú icipici stadion, és az egész csapaton azt látott, hogy ők elindultak az ötöd osztályból 10 évvel ezelőtt, felépítettek valamit, eljutottak a Premier League-ig, és ezt egy ajándéknak tekintik. Akkor családias is a hangulat, vagy inkább szenvedélyes? Ez a kettő együtt, tehát egy szenvedélyes család, mintha egy dél-olasz családi vacsorán lenne az ember. Csak angol stílusban. Igen, mindenki kiabál, de mindenki szereti egymást, és hát van egy elképesztően passzoló edzőjük ehhez az egész koncepcióhoz Robert Ward személyében, akinek valami félelmetes kisugárzása van. Én ott voltam ezen a meccsen a sajtótájékoztatóján, és tényleg azt látom ezen az emberen, hogy egy ajándéknak tekinti, hogy ő a Premier League-ben dolgozhat, semmiféle nyomás nem helyez senkire. Hát nem kell visszamenni, ugye a héten láthattuk, hogy 3-0-ás vezetésről kaptak ki, és gyakorlatilag Robert Edwards majdnem sírt a meccs után az interjúban, és nem azért, hogy kikaptak, hanem azt mondta, hogy ő sajnálja és elnézést kér minden játékosától és minden szurkolótól, hogy ezt át kellett élniük, mert ez egy borzasztó szívszorító pillanat. De számomra nagyon-nagyon szimpatikus ez a klub, nem érzem azt rajtuk, hogy itt minden áron bent kell maradni, és most gyorsan el kell költeni minden pénzt, mert most van, hanem egy tudatos építkezés, és úgy vannak vele, hogyha kiesnek, a másodosztály egyik legkisebb költségvetési klubjaként jutottak fel, messze a legalacsonyabb a bérkeretük, ami azt szokták mondani, hogy a legjobban tükrözi egy csapatnak a játékerejét, a közelében nincs még a Sheffieldnek és a Burnleynek sem, és hát nem akarom összehasonlítani ezekkel a csapatokkal a Lutont, mert hát azért nem véletlen, hogy 7-8 ponttal előrébb vannak. Tényleg egy élmény nézni ezt a csapatot, minden egyes megnyilvánulásukat. Ugye a Tom Lockyer sztori az megint egy egészen különleges megvilágításba helyezi ezt az egészet, hogy tényleg egy ember majdnem meghalt a pályán, és most ott van újra. Tényleg ő is elmondja, hogy ez egy ajándék, hogy ő még egyáltalán futballmeccsre járhat, és nem tudjuk, hogy valaha fog-e futballozni, de az egészet úgy tekinti, hogy ez egy csoda. És az egész Luton egy kicsit így tekinti ezt az egész Premier League szezont, hogy ez egy csoda. Ha bent maradnak, az a nem tudom hányadik hatványa a csodának, ha meg nem, akkor volt egy nagyon jó kalandjuk, és ez látszik rajtuk a játékukon is. Bátran mennek, nem állnak be védekezni, megpróbálnak focizni, van, hogy sikerül, van, hogy nem. Hát és kevés ilyen romantikus történet van már, talán a Leicesternek a bajnoki címe, vagy pár évvel ezelőtt a Milánnak a bajnoki címénél éreztem ezt, hogy ott mindenki egy-egy családként, közösségként, a szurkolóként picit lebecsülve, de össze tudtak hozni a bajnoki címet, és itt a Luton sztorinál ez az elképesztő hála, szeretet, meg az a közösség, ami talán a futballnak is a lényege, meg ami miatt nagyon sokan beleszeretünk, és itt a nyilván most már ez üzlet, meg most már itt ez a profi sport, az most már nem első sorban a sport szeretetéről szól, meg erről a családias hangulatról, de mindig, amikor ebben a rengeteg pénz között ez kicsillanak, az mindig nagyon jó élmény tud lenni az embernek, hogy na igen, a futball azért még nem halt meg még nem veszett ki belőle azt, amit igazán szeretünk, és ezeknek a projekteknek, vagy ezeknek a történeteknek nagyon tud szurkolni az ember. Igen, és ez nagyon jó, hogy vannak ilyenek, mert tényleg ezek egészen más sztorik, mint ami mondjuk egy tényleg most megint a Manchester City-t, vagy bárkit hozva, azok is megsüvegelendő. És szakmai szempontból, amilyen futballt játszik a City, az csodálatos, varázslatos. Nyilván a pénzügyi háttér az megint egy más kérdés. Abszolút, és ugyanannyira tényleg fantasztikus teljesítmény, de jó, hogy vannak ilyen népmeseszerű sztorik is még. Hogyha tovább megyünk a Premier League-ről a Lációra, ott is az elmúlt napokban volt egy nagy esemény, Sarri lemondott a vezető edzői pozíciójáról, és hogyha azt nézzük, hogy a tavalyi szezonban ezüstéremet tudtak menetelni a bajnokságban, és a Bajnokok Ligájában a csoportkörben most idén tovább tudtak jutni, jelenleg ugye, amikor felveszik azt az adást, 9. helyen áll a Láció, meglepett a döntés, indokolt volt az, hogy Sarri lemondott a vezetői pozíciójáról egy sikertelen 3/4 fél év után?
Nem lepett meg, igazából valószínűleg meg fognak kövezni a Láció szurkolók, volt már benne részem. Szerintem ez teljesen reális, ahol most van ez a Láció, az nem volt reális, ahol tavaly volt, és ahhoz nagyon sok minden kellett, tényleg gyakorlatilag szinte sérülés nélkül játszotta végig a keret az egész szezont, és a Lációnak nagyon-nagyon szűk kerete van. Tehát mondjuk a komolyan vehető játékosok szerintem 15-nél nincs több a keretben, és egy Serie A szezont, egy bajnokok ligája szezonnal megspékelve nem tudsz végigjátszani ennyi játékossal, ez idén nagyon szépen kijött, hogy egyszerűen elfogytak, és Ciro Immobile tényleg egy legenda, de hát azért most már 35 felé ballag, tőle nem lehet elvárni, hogy minden egyes meccset hozzon, és minden egyes meccsen hozza magát a mezőnyjátékban, a gólokban, mindenben, és hát az egyszerűen megint nem jött be, hogy próbáltak hozni mögé egy cserecsatárt, Tati Castellanos nagyon szép dolgokat produkált a Zsironában, ugye tavaly 4 gólt lőtt a Real Madridnak, ezzel nagyjából el is adta magát, de hát volt már itt azért próbálkozás. Volt már a Lációnak Murici nevű középcsatára is, aki a közröhely tárgyát képezte, és most a Majorka házi gól királya most már második évben. Egyszerűen azt nagyon kevesen bírják elviselni, hogy egy Ciro Immobile mögött ülik végig a padon az egész szezont, és amikor meg be kell állni, akkor viszont akkor áll be, amikor ég a ház. Talán egy Origi kéne a Lációnak akkor. Hát, vagy egy Zsiru. Igen. Ugye nekem mindig Zsiru a mintapéldánya ennek, hogy a világ legtürelmesebb embere, és mindig hozza magát. Hát, és nem láttam nyavajogni soha. Nem. De ilyen, az a baj, hogy ilyenből nem tudsz tényleg még egyet mondani, mert Origi is egy türelmes ember, csak mondjuk nem rúg évente 15 gólt, mint Zsiru. Ez tény. Bár fontos, mert csak elrúgott gólt. Ez igaz. És nagyon sok poszton ezt érzem még a Lációban, hogy egyszerűen elfogytak. És amíg ilyen szinten működik az egész klubvezetés, hogy nem hajlandóak normális pénzt adni normális játékosokra, addig ez lesz a plafon, hogy néha, amikor mindenki más bénázik, akkor meg lehet csípni egy BL szereplést, aminek biztos, hogy a 8-at döntő a teteje, mert annál följebb nem fogsz jutni ilyen kerettel, és még az is egy bravúr. És ugye hát a Láció az utóbbi időben kétszer jutott el a BL 8-at döntőig, és most még egész istenes vereséggel megúszta a Bayern ellen. Sőt, egy meccset nyertek is ellen. 4 évvel ezelőtt sokkal csúnyább volt, mondjuk az egy másik Bayern is volt, de azt gondolom, hogy ennek a csapatnak ez a plafonja. Nem tudom, ki lesz a következő edző, de azt hiszem, hogy itt nem az edzői öltözőben vannak a problémák, itt egyszerűen ez egy ideológiai, vagy ha tetszik, filozófiai kérdés, hogy akar-e a Láció nagy csapat lenni, vagy megelégszik azzal, hogy egy középcsapat, egy senkit nem megbántva, egy Fiorentina, amelyik, ha összejön egy negyedik, ötödik hely, akkor örülünk, de egyébként meg az a lényeg, hogy mondjuk az első 10-ben végezzünk. A jelenlegi keretben szerintem nincs több, és én Lotito elnökön sem látom, hogy hajlandó lenne mondjuk egyrészt önmagát megtagadni, másrészt komoly anyagi áldozatokat hozni annak érdekében, hogy ez a Láció fölérjen egy Milán, Inter, Juventus, meg akár azt is mondom, hogy Atalanta szintjére, de hát ugye az Atalantánál is megint ez jön elő, amiről eddig beszélgettünk a PL kapcsán, hogy egy 5-6 éves építkezés eredménye az, hogy az Atalantát nem tudod nem a legszűkebb elitbe sorolni Olaszországban. A Láció ettől szerintem a tavalyi ezüstérem ellenére nagyon messze van, és nem is látom igazán a törekvést, azt, amit most fognak igazán megkövezni a Láció szurkolók, amit a Rómánál például simán el tudok képzelni, hogy egyszer azt mondja a tulajdonos, hogy all in, és akkor most dobjunk egy nagyot, és tegyünk bele pénzt, és tegyünk bele minden paripát, fegyvert, infrastruktúrát, amit lehet. Én ezt a Lációnál nem látom, és addig csak ilyen kifutott eredmények lesznek, meg ilyen megint csak meseszerű sztorik, mint mondjuk Provedelnek ugye a BL-ben szerzett gólja. Azt gondolom, hogy ezek maradnak, meg néha az olasz kupát meg lehet nyerni, mert azt nem szokták komolyan venni a legnagyobbak. Hát és könnyen lehet, hogy a bajnokok ligája helyért az ötödik hely is elég lesz, mert hogy jövőre nő a bajnokok ligája 36 főre, 32-ről, és lehet, hogy a Premier League és a Szériá, vagy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez a kettő liga kapja meg azt, hogy hogyan lesz a szezon végén, azt majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak itt a nemzetközi kupaporondokon a továbbjutások, bár mondjuk az olaszok most nem teljesítettek jól ebből a szempontból, de hogy akkor az ötödik hely még nem is tűnik annyira irreálisnak, vagy pici effortot kellene beletenni a vezetőségnek, hogy akár harcban legyenek az ötödik helyért, negyedik, ötödik helyért, mert természetesen talán a legnagyobbakkal hosszú távon nagyon-nagyon nehéz felvenni a versenyt, de hogy például a Rómával, Fiorentinával, Atalantával, Bolognával ne tudná felvenni a Láció a versenyt, az Európa Liga meg a utolsó bajnokok ligája helyért, azt nem tartom lehetetlennek.
Hát én igen, az a baj, hogy ezeket, akiket felsoroltál, most nyilván a Bologna az egy másik történet, de ott is látom ezt az építkezést, meg az ambíciót, és ez a két dolog, amit én a Lációnál nagyon régóta nem látom. Akkor pénz hiányzik, vagy a koncepció, a szakmai koncepció? Szerintem a döntés, hogy igen, akarunk nagy csapat lenni, és ezért mindent megteszünk. Én ezt nem láttam soha Lotitóban. Ezt Krányottiban láttam annak idején, de hát az egy másik történet volt, és hát mindenféle bűnügyekkel volt azért fűszerezve ott, hogy honnan jöttek a pénzek, meg az nyilván egy teljesen másik futball volt, tehát ott azért sokkal egyszerűbb volt, mert egész mások voltak a Serie A lehetőségei, a Premier League még közel sem volt ezen a szinten az ezredforduló táján, ott sokkal könnyebb volt egy európai élcsapatot felépíteni Olaszországban, ez ma már gyakorlatilag szerintem lehetetlen, vagy csak úgy, ahogy az Inter csinálja, de hát ugye a legutóbbi példa mutatja, hogy az Inter is el tud hasonlni a BL 8-at döntőben. Úgyhogy én a Láción nem látom ezt, és én az ambíciót hiányolom igazából. Szára elvesztése fájhat a csapatnak? Mert nyilván egy olyan edző, aki itt a szériában komoly sikereket ért el, és hogyha ennyire nincsen produktivitás a csapatban, meg komoly célok, akkor nagyon nehéz lesz nála jobb edzőt idehozni. Szerintem megcsömörlött Sári, vagy ugyanazt látta, amiről eddig beszéltem, hogy itt nincsen ambíció. Tehát, hogy kihozta ebből a csapatból az előző szezonban, ami benne volt, az ezüstérem, az szerintem maximálisan erőnfelüli teljesítmény volt. A BL továbbjutás megint olyan volt, hogy örülünk, ha megvan, de azért az olasz csapatoknál ez nem mindennapos, hogy továbbjutnak a BL csoportkörből. Nem kell messzire menni, néhány éve a Milán is el tudott hasalni. Azt gondolom, hogy Sári ebből a csapatból kihozta, ami benne van, és ezt ő is látta, hogy ennél feljebb nincsen. És belefásult, kicsit szerintem bele is unt, valószínűleg Lotitóval is voltak konfliktusok, mert egyik sem egy könnyű ember. Én azt gondolom, hogy egy fiatal edzőt kell hozni a Lációhoz, akinek ez egy kiugrási lehetőség, és ha ő esetleg el tudja érni, hogy mondjuk Lotito bácsi és a többiek komolyabban vegyék ezt az egész projektet, akkor ebből sok-sok év alatt lehet valami, de egyébként meg a Láció egy középcsapat lesz a szériában. Amíg ez az elnöknek nincs ellenére, addig igazából ebben szerintem nincs több. Túl vagyunk a Bajnokok Ligája 8-at döntőjén. Van olyan pár arc, ami csalódás volt számodra, és van olyan csapat, amelynek a kiesése meglepet? Hát az Inter kiesése meglepet, bár ez az Atleti, ez egy borzalmasan kellemetlen csapat. Hát meg kiszámíthatatlan. Teljes mértékben, és hát tényleg, ha megnézzük mondjuk a milánói meg a madridi meccset, nem hiszed el, hogy ugyanaz a csapat játszott piros-fehérben. Tehát, hogy amennyire semmi közük nem volt Milánóban, azt hiszem kapura lövésük sem volt, vagy kapura tartó lövésük biztos, hogy nem volt. Hát most ott el is dőlhetett volna a pár. Hát ott nagyon könnyen eldőlhetett volna. Tehát ott azért inkább benne volt egy 3-0, mint egy 1-1 mondjuk. És hát a visszavágón meg szintén megvoltak az Internek a helyzetei, de egy egészen más Atleti focizott, és tényleg ezen a csapaton látszik, hogy hazai pályán ezek minden meccsen az életükért mennek. És hát ez ki is jött igazából. A 11-es párbaj az meg megint olyan, hogy 60 ezeren üvöltenek a Metropolitánóban. Ott azért meg tud remegni még egy Lautaro lába is. Aha. És ez tényleg ezen múlt. Tehát ott már lélektani előnyben volt szerintem az Atleti, és ahhoz Simeone is egy nagyon dörzsölt ember, meg a játékosok is régóta ismerik, kicsit a saját képére is formálta őket. Ott azért lehetett sejteni, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy mázli kell az Intertől, hogy tovább jusson. Hát meg talán kicsit túl konzervatívan is álltak hozzá a mérkőzéshez. Főleg ott a első fél időben lehet, hogy egy bátrabb játéka, vagy egy intenzívebb játéka meg lehetett volna lepni az Atletico Madridot, vagy hogyha belemennek egy aladó kapokba, bár nem annyira ez az Inter stílusa, de hogy lehet, hogyha a bátrabb játékot válnak fel, és ők akarják jobban ráerőltetni a saját akaratukat a Atletico Madridra, akkor ebből jobban jönnek ki. Igen, hát azért Simone Inzaghiban megvan ez a pragmatizmus, hogy igazából egy 1-0-ás előnnyel megérkezel egy idegenbeli visszavágóra, akkor ott azért nem neked kell focizni. Ott nézzük meg, hogy mit csinál az Atleti, és majd szépen megöljük a játékukat, aztán legfeljebb lekontrázzuk őket, meg hát mégiscsak ott van Lautaro és Thuram, akik azért csak összehoznak egy-két gólt. Hát most csak egyet hoztak össze, nem volt elég. Ez nagyon sokszor elég volt már az Internek a bajnokságban, és nagyon sok ilyen meccsüket láttuk, ahol igazából pont annyit adtak ki, amennyi kellett a győzelemhez. Lehet, hogy egy kicsit abba a hibába beleestek, hogy itt is azt gondolták, hogy ezt ilyen, ha nem is takaréklángon, nem mondjuk ilyen 80%-on okosan lehozzuk, csak ehhez most az Atleti nem volt partner. Itt a 8-at döntő mérkőzéseit végignézve, mik azok a tanulságokat, amiket le tudnál vonni, melyik
tartasz a megmaradt 8 csapatból a fő favoritnak? Jó kérdés. Hát tanulságnak olyan suta dolgokat tudnék elmondani, hogy mondjuk itt már nem nagyon vannak tündérmesék. Tehát például ez a Real Sociedad PSG párharc tipikusan az volt, hogy nagyon sok futballromantikus azt gondolta, hogy na majd most ezek a baszkok megmutatják a pénzes zsákoknak, hogy itt aztán szívvel mindent meg lehet oldani, és keresztül rohannak rajtuk. Mint ahogy a La Ligán sokszor keresztül rohantak, főleg az előző szezonban. Hát nem így történt. És hát igazából azért általában a nagyobb csapatok jutottak tovább. Különösebb meglepetés, mondom, az Inter kiesésén kívül én a többi nem, pár... most rangadókat fogunk kapni. Többi párharcban nem láttam meglepetést, és igen, ilyen szempontból meg jók vagyunk, hogy gyakorlatilag mondjuk azt mondom, hogy a 16-ból, mondjuk a 8 legjobb csapatból szerintem 7 tovább jutott. Igen. És mondjuk a 8. az Inter, amelyik az Atleti ellen esett ki, és mondjuk én... Az meg lehet a 9. Igen, tehát én a Dortmundot nem sorolom ebbe a kategóriába. A többiek azt gondolom, hogy tényleg az európai legszűkebb elit, és mondjuk a Dortmund helyére betenném a Liverpoolt, akkor szinte azt is mondhatnám, hogy az Európa 8 legjobb csapata jelenleg. És akkor megkaptuk a Superligát. Igen. Igen. És hát majd amikor az új lebonyolítás lesz, akkor még inkább szerintem ez lesz a helyzet, mert az eléggé erre hajaz. Főleg a kiemelésekkel mindenképpen. Hát, igen, de most szerintem nem érdemes ezzel foglalkozni, most annak örüljünk, hogy nagyon jó meccseket fogunk látni. Innentől gyakorlatilag végig a BL-ben. Igen, igen. Van ilyen favoritod? Manchester City, Real Madrid az elmúlt évek rutinja miatt, vagy innen ez a 8 csapatból már bárkibe lehet tudok képzelni? Azért nehéz, mert ugye vaksorsolás van, tehát itt már mindenkit mindenkivel összesorsolhatnak. Én azt nem szeretném, hogy azonos országbeliek összekerüljenek. Nekem mindig az a BL-nek a varázsa, hogy egy angol élcsapatot megnézek egy spanyol élcsapattal, vagy egy olasszal, vagy mondjuk egy Bayern Münchennel. Én nem szeretném, ha mondjuk egy City Arsenal összetalálkoznak. Hát, max az elődöntőben. Hát igen, ott már ugye kivéthetetlen szokott lenni, ott már mondjuk idén pont nem, de ott azért elő szokott fordulni, hogy mondjuk 3 angol jut be a 4-be, és ott már azért ezt nem tud elkerülni, de mondjuk egy Barca Real negyed döntőnek se örülnék. Hát Tibi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a tribünben. Én köszönöm a meghívást. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!